Azt, hogy a merénylő az egy 71 éves idős bácsi volt. Nyilván nagyon keveset tudunk ilyenkor, de most várom még azért, hogy jöjjenek a elteljen pár másodperc, mert ugye az a baj az élővel a YouTube-on, hogy szinte csak az első perc után van hasznos hang, meg hasznos kép, szóval most erre várunk. Még csak stúdióban sem vagyok, mivel itt van mellettem az utcán, tök véletlenül találkoztam Vései László, aki történetesen szlovákiai magyar, és beszéli a helyi dialektusokat. Átnéztem már a sajtót, és elmondja nekünk most, hogy mit tudunk eddig. Laci, tiéd a szó. Sziasztok! Hát igazából ilyenkor sok hír nem szokott kijönni, annyit tudunk, hogy kihelyezett kormányülés volt Nyitrabányán, Handlován évre hallgat hivatalos államnyelven, és ott a Ficó kiment smúzolni a helyi néhány emberek, kézfogások meg hasonlók, egyébként több más kormányzathoz hasonlóan, és akkor a merénylő oda kiabált neki, hogy robó, gyere ide. Ez mit jelent? Robó, gyere ide. Hát szlovákul kiabált neki. Ja, hogy robó, igen. Hát szlovákul kiabált, hogy robó, gyere ide. És közvetlen közelről háromszor, négyszer, ötször ebben különböztek a beszámolók rá előtt, és eltalálta őt hasán. Ez minden hír mondja, hogy hasonlőte őt. Mellkasi lövésről van szó, kézlövésről, meg még lábsérülés, hogy olvastam. Tehát a haslövésen túl a többi az mind bizonytalan, meg szorványos információk, de a mellkasi lövés is több helyen fölbukant. Úgyhogy azt írták, hogy súlyos és válságos állapotba vitték őt először a helyi kórházba, majd onnan tovább vitték helikopterrel a Besztercebányai kórházba, ahol megműtötték. Az állapotáról igazából további hír nem nagyon van. Olyat is olvastam, hogy súlyos, de nem életveszélyes állapotban van. Tehát a lényeg az, ezt közölte is a Ficónak a titkárság, vagy a kormányközeli forrás, hogy a következő órák döntenek arról, hogy mi lesz. Hát nyilván egy ilyen sérülés után az ember vagy túléli, vagy nem, ez a következő órában szokott mindig eldőlni. Jó, akkor szerinted Laci, látsz ebben bármilyen ilyen megrendelői hátsó szándékot, vagy bármilyen ilyen rossz indulatot, hogy itt mindjárt elütnek bennünket az utcán? Látsz-e bármilyen? Ez a mai napon már egészen beleférne. Hát nyilván most jönnek a megdöbbent, sokkolódott politikusi reakciók Szlovákián belülről, meg kívülről is. Ezt lehet kétféleképpen nézni. Az egyik az, hogy egy magányos, egyedi elszigetelt merénylő, aki így látta jónak, és most akkor ez szerinte megfelelő dolog volt. El lehet hinni ilyen verziókat is, lehet, hogy léteznek ilyen merényletek is a világban. De azért, hogyha az ember egy kicsit cinikusabban nézel az egész történetre, akkor jellemzően nem azért szoktak embereket lelőni, megölni, mert valami bekattant hülyének ez lett a agyába valami így lett átfűzve, vagy neki meg kell ölni XY-t. Úgyhogy ha egy picit ezt az egészet cinikusabban és konteósabban nézzük, akkor meglepő véletlen, hogy pont amikor a szlovák kormány beállt a Magyarország mellé a EU-val szembeni küzdelmekbe, akkor egy ilyen történik. Én nem mondom, hogy ez most ennek köze van hozzá, de minden esetre egy érdekes véletlen egybeesés. Másik kérdésem, Laci, szerinted ez a fajta, hát tetlegességig fajult erőszak, ez eljuthat-e Magyarországra? Vagy itt Magyarországon kell attól félniük a politikusoknak, hogy ez őket is éri, akár hasonló, vagy ilyen jellegű támadás? Hát nézd, amióta lelőhették országvilág előtt a üzenetértékűen az amerikai elnököt, úgyhogy a fejét rommá lövik az autóban, hogy mindenki lássa, hogy mi történik azzal, aki nem megfelelően viselkedik, azóta bárkit megölhetnek, aki valakinek kényelmetlen, és akinek van hatalma egy ilyet megszervezni. Úgyhogy senki sincs biztonságban, én szerintem. Akár úgy is értelmezhetjük ezt, hogy egyrészt nézzük meg, hogy milyen kommentek vannak a hébe-hóba a Facebookon. Milyenek vannak? Az erről szóló hírek alatt. Hát a magyar baloldali sajtónak a platformjain egyrészt örömködő kommentek elég szép számba a Ficó fölött is, és ilyen elképesztő idült Orbánozás cunami, hogy ez kéne Orbánnak is, te rád is ez vár, stb. Tehát olyan szinten, szinten húzok fel a gyűlölet, hogy elképesztő. Igen, tehát ezek az emberek ugye ebben most bárkit is lőnek le, normális ember ebben egy tragédiát lát, de ezek a Telex csecsén nevelkedett szabad bölcsészek, ezek mit látnak benne? Egy lehetőséget, és ez az, ami igazán undorító. Igen. De ez persze nem gyűlöletbeszéd. Nem, és itt tényleg, azért ne lövörözzük már le egymást, bassza meg. Bocsánat. Hát élőben tehát, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, hát, majd kisípoljuk utólag. Tehát akkor ne lövörözzük már le egymást, nem ez a dolgok módja, akárkiről van szó. Igen. Tehát nem tudunk olyan
baloldali általam egyébként rohadtul ki nem utált bármilyen közszereplőt mondani, akit nagyon nem bírok, akit így mondjuk le kéne lőni szerintem. Mert nem az a dolgok módja. Nem, de, nem. De ennek vannak, akik egy tömegével képesek örülni, és ilyet kívánni. Még Sorosra is azt érek, hogy le kell lőni, de én ezzel a sérteket meg Zelenszkij, nem fog érte, semmi nem fog változni, semmilyen helyzet nem változik ettől, mert ez nem ezen múlik, és ugye itt külön csak süt a nap, egy bárki bármit mond, ez nem egy jó irány. És az, hogy ez megtörténik, mert én azt látom itt Magyarországon, itt nálunk az újságírók azok, akiket igazán fenyegetnek, és ezt hogy mondjam, ez valahogy mindig a konzervatív oldalon csapódik ez. Ott van például Osváth Zsolti, aki konkrétan futóbogit, függetlenül attól, hogy most hol dolgozik, hogy mi az ő munkája, meg hogy ő igazából egy tudósító, az életben nem hiszem, hogy hazudott volna bármit is kamerák előtt, max kérdezett, azt is finoman visszafogva. Tehát gondoljunk már bele, amikor Osváth Zsolti azt mondja neki, hogy merész azt engem felhívni, meg hogy is mondta neki, hogy na tudod, kitől kérjél te interjút, tehát akkor amikor ilyen jellegű gyűlölet cunami zúdul akár egy közszereplőtől, egy újságíró irányába, ez egyfajta, hogy mondjam, felhatalmazás a publicnak, a köznek, hogy igen, ezekkel az emberekkel lehet így beszélni, sőt még többet is. Hát az emberek erre mindig is fogékonyak voltak, hogyha van erre egy megerősítés, régen is kimentek a gladiátor oldalokra fröcsögő vért nézni. De erre kell egy megerősítés. Kell egy megfelelő közeg, meg egy megerősítés, ez így jó, ezt így lehet csinálni, és akkor ők látják, hogy ha lehet, akkor jó, akkor mi is akarjuk, és akkor tetszik. Igen, tehát ez nem semmi ilyen körülmények között sem jó irány. Itt látom a kommenteket, még megpróbálom elolvasni azokat, hogy de ez hogy nem büntetendő, várja, mi ez, ami nem láttam, hogy mire írtátok. Én azt mondom, hogy Lacival amúgy elindultunk ételre vadászni, és autentikus német gyroszt kerestünk, vagy német kebabot. Arthur Bános. Arthur. Német kebabot. Jaj, Istenem, ez egy ársapkás szóvic volt. Itt nem tudom, hogy hol lesz a gyrosz, vagy a kebab. Jobbra megyünk. Én azt mondom, hogy ezt lassan zárjuk le. Még egy fontos dolog, hogy ha akarjátok látni, és biztos, hogy akarjátok látni, a hashtag konzervatív nevű YouTube csatornán az Emiliával folytatott beszélgetésemet, ott szó lesz a kínai elnökről, hogy ide látogatott, és arról, hogy a nyugati sajtó az hogyan reagált erre, dacára annak, hogy Magyarország előtt, Franciaországban kaviárral kínálgatták Xi Jinpinget, illetve mi volt még, szó volt még az Eurovíziós rémségversenyről is, ami már nem hogy politikai programmal indulnak a versenyzők, hanem konkrétan a rendezvény egy nagy politikai program, és ahol az izraeli versenyző 0 pontot kapott a szakmai zsűritől, illetve nagyon fontos még az is, hogy várjál, nem tehetséges. Ne röhögj, Laci, ne röhögj, illetve a finn versenyzőt elkezdték kritizálni, amiért a backstage-ben az izraeli versenyzővel táncolt. Szégyeld magad! Megint zsidóval táncoltál. Igen, már csak hihetetlen. Aki most már soha sem volt tehetséges. Igen. Úgyhogy érdekes beszélgetésnek nézünk elébe. Ezt pénteken 5-kor fogjátok látni a hashtag konzervatívon, de iratkozzatok fel oda is, mert ott vagyunk jelen Emiliával, és még más műsorokat is látok ott Ábelékkel, a Los Ábelesz, és lesz még pár érdekesség. Na, elköszönünk, mert megérkeztünk a gyroszoshoz, ahol Laci magába burkolja az autentikus magyar gyroszt. Na, köszönj el! Sziasztok! Cseh, hogy kell ezt letenni?